Könyv mostra. Nemes Anna Vésora. A Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a könyv most én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Alcsár Norbert, a Publio kiadó ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. És én rögtön azzal kezdenék, hogy tegyük helyre. Ti ugye szerzői kiadással foglalkoztok, csak hogy nekem itt már Azonnal van egy kis ellentmondás, mert úgy tudtam, és én úgy képzeltem, hogy a szerzői kiadás azt jelenti, hogy nekem van egy kéziratom, és elkezdek ahhoz felkutatni én magam nyomdát, én magam tördelőt, grafikust, ehhez képest itt egy kiadó égisze alatt születik meg a szerzői kiadás. Ez hogyan történik? Kétfajta könyvkiadási módot különbözhetünk meg. Az egyik a hagyományos könyvkiadás, a másik pedig a szerzői könyvkiadás. A hagyományos könyvkiadó nagyon egyszerű, ő válogat kéziratokat, és a saját költségére, kockázatára kiadja a kéziratot. A szerzői kiadás ezzel szemben pedig a szerző a kockázatot ő vállalja, és ő, ő, megy végig azokon a folyamatokon, ahogy a kéziratból könyv lesz, és az majd értékesítésre kerül. És vannak olyan szolgáltatók, mint mondjuk mi is, akik abban segítenek, hogy ebben a rengeteg elágazásban is és, és szakemberekkel telirakott piacon el, vagy segítséget nyújtsanak, hogy merre is kellene menni. Életőleg tudunk konkrétabb egy csatornás értékesítés biztosítani, stb. Tehát mi annyiban különbözünk, hogy az a különbség a, a szerző saját útja által kiárt ö, lehetőség és a, és a szolgáltató által, hogy mi egy kész csomagot adunk. Tehát azt mondja a szerző, hogy ő szeretné ezt az adott kéziratot kiadni, és ezt szeretne szerkesztőt, korrektort, grafikust, stb., akkor mi ezt neki biztosítjuk. Ami különbség a hagyományos könyvkiadással szemben, pedig minket is kiadónak hívnak, hogy mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogyha egy szerző. Valamilyen szerkesztői tanácsot nem szeretne megfogadni, hanem mi azt mondjuk, jó, mi ez a mi tanácsunk, mi segítünk, de a végső döntés a tiéd. Egy hagyományos könyvkiadónál ez nem így van. És itt a kiadónál az jelenik meg, hogy publió kiadó, és nem pedig az, hogy a kiadója magánszemély? Igen, tehát nálunk, a, a kiadó, mind kiadóként jelenik meg a, a, a könyvben. Csak, hogy itt megint csak felvetődik az a kérdés, hogy tudtok-e ebben a formában szelektálni? Egyáltalán feladatotok-e? Most nekem az jutott eszembe, és ez, ez egy nagyon ostoba és szélsőséges példa, de hogyha én 200 oldal teleírok a betűvel, akkor arra azt gondolom, hogy, hogy ti azt mondjátok, hogy azt nem kéne. Miért nem kéne? Arra visszakérdezek, is azt mondját... nem, visszakérdezek hogy miért nem kellene kiadni egy, egy sima a betűvel teleírt könyvet. Mert ugye azt is el lehet adni megfelelő marketinggel? Ha én azt mondanám, hogy igen, az nem lenne jó, jó válasz de, de megvan neked a jogod ahhoz, hogy te azt adj ki, amit szeretnél. Úgyhogy ha fölmész bármelyik blog szolgáltatóra, akkor te bármit írhatsz ott a könyvnél is. Az tény, hogy a könyvnek van egy ilyen uh, misztikuma, hogyha valaki, sőt az írott szónak, és szerintem az internet nem tartozik az írott szó, vagy a, a, a leírott mű kategóriába, mert ott az eltűnhet, viszont egy könyvet, vagy egy papírlapot még mindig úgy, még mindig úgy tekintenek, hogy ez egy, ez egy örökké valóságnak szól, főleg úgy, hogy azért be kell szolgáltatni az OSK-hoz, de az Országos Széchenyi könyvtárba. Tehát vannak olyan következményei, következményei ami azt, itt elő, hogy lehet itt előre, ez a, a, a világon örökké ez olvasható lesz. De a, a szelektálásra én azt gondolom, hogy a piacnál jobb szelektáló nincs. Ö, tehát majd el fog dőlni a piacon, hogy a te könyved az, az megfelelő-e. De ezen mi is nagyon sokat gondolkodunk, hogy milyen szelektálási dolgok vannak, mert azért vannak alap alapszintű elvárások. Hogyha egy házépítéshez akarom hasonlítani, akkor ott sem bízom bármilyen kőművesre, pláne nem építészre, vagy statikusra az én házamnak az építését, hanem megnézem azt, hogy ő szakmailag rendben van-e. Ez a könyvpiacon, vagy a, a, könyvszakmában a, a, szerző kiadói oldal, ez még nem nagyon jött. Tehát mi, amikor elindultunk 11 éve, akkor paintben megrajzolt borítók jöttek hozzánk. A korrektúráról nem hallottak. És akkor szépen lassan elkezdtünk úgymond kötelezővé tenni, hogy csak akkor adjuk tovább értékesítést, hogyha korrektorázott a kéziratod. Aztán most már eljutottunk oda, hogy szerkesztést már már azért nagy részt igénybe veszik a szerzők. Tehát ez egy, ez egy tanulási folyamat, és a szerzőkiadásnak ez a legnagyobb nehézsége, hogy ott te egyben vagy marketinges, egyben vagy író, egyben vagy szerkesztő, egyben vagy kiadóigazgató, egyben vagy üzletember, mert ez egy üzlet, és, és, neked ki kell találnod azt, hogy mi a helyes irány. Ha már említetted, hogy 11 évesek vagytok, akkor menjünk is vissza 2011-be. Hárman voltatok az alapítók. Akkor nektek mi volt a víziótok? Volt egy nap, amikor leültetek az asztalhoz, és azt mondtátok, hogy kell egy reform, és az 50 éves könyvkiadási hagyomány az, az nem biztos, hogy jó úgy, ahogy van. Mi ne, volt a víziót? Nekünk ez úgy indult, hogy 2010-ben jelent meg az első iPad, és akkor mi kitaláltuk, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha ha ezen különböző újságok jelennének meg. Még egy régebbi cégnél, ahol dolgoztam. Aztán rájöttünk, hogy ez nagyon drága. Tehát a, a, az újságok sose fogják ezt kifizetni. És akkor elkezdtünk abban gondolkodni, jó rendben van, ha már kitaláltunk egy ilyen rendszert, akkor ezt hogy lehetne könyvet készíteni. Ugye itt az automatizáláson volt a hangsúly. És aztán mi hárman a, a Dombi Gábor meg a Kerekes Pállal mi összetalálkoztunk, és azt gondoltuk, hogy az, ami az angol száz kultúrában, tehát itt most értem ez volt az Amazon, a, a, Book Baby, a Smash World is volt már akkor, hogy bárki, aki szeretne könyvet kiadni, az feltölti egy portára, és abból tulajdonképpen könyv fog keletkezni, mi azt csináljuk meg, és ezt meg is csináltuk. Bárki, aki felkerestem mi oldalunkat, akkor még akár ingyenesen elkönyvet tudott a könyvéből készíteni, és, és utána mi ezt továbbadtuk értékesítésre. Aztán, utána, nagyon hamar rájöttünk, illetve meg is kerestek, hogy egy olyan cég, aki, aki gyártott kis példányszámú könyveket, hogy neki ez nagyon jó lenne. És akkor elkezdtünk a nyomtatott könyv irányába menni. Mm. És tulajdonképpen így épült föl a jelenlegi publió és a, a több És Eleinte miért nem gondolkodtatok nyomtatott könyvben? Miért csak elkönyv? Mert azt hittük, hogy az elkönyv meg fogja váltani a világot. Tehát ez egy hiba volt a részünkről, ugye akkor ebben az évben volt az, amikor hogy előtte való évben, amikor az amazon no, az elkönyvek aránya iszonyú nagyot nőtt, úgy tudtam, hogy nem, nem akkor rossz számot mondani, de 10%-ról biztos, hogy felment 20%-ra a nyomtatott könyvhöz képest az elkönyvásárlások aránya, és akkor azt hittük, hogy ez, de az egész piac azt hitte, hogy most itt valami fog történni, és mindenki nagyon-nagyon megijedt. És mi ezt akartuk meglovagolni. Aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz így, sőt, az Amazon azóta beállt erre a 18-20 százalékra, tehát ott, ott nincsenek változások. Nálunk ez még még jóval kisebb. Ez mennyire volt halálugrás akkor 2011-ben? Mennyire tudtátok kiszámítani, hogy most bejön vagy sem ez a modell, amit kitaláltatok, vagy ötletet kaptatok például az Amazon-tól? Azonnal jöttek a visszajelzések, hogy erre szükség van itthon. Tehát szerintem a, szerintem október 31-én tettük ki az oldalt, és már aznap volt feltöltés vagy megkeresés. De, de a, a visszajelzés az jó volt. Ami, ami, igazából probléma volt, az a piacnak, a, a, szakmai piacnak a reakciója, tehát a könyvkiadóknak a reakciója, akik való érthető módon ők ezt a kiadási formát elítélték, az a minőség miatt. Ez még mondjuk mindig tart, de azért most már szerintem ez kezd egy picit átalakulni, és a nagyobb kiadók is kezdik felismerni a, a szerzőkiadásnak a lehetőségeit. A minőségi garancia az most már, hogyan látod az elmúlt 11 évben, az most már megszületett, azt tudtok vállalni? Amit számon is kértek rajtatok adott esetben? Um nagyon nehéz, mert mondok, mondok, példát, tehát hogy van egy szerző, aki megkeresett most minket, hogy szeretné, hogyha kiadnánk a könyvét. És, most hogy egy új kiadást jelentetné meg, az underground kiadónál jelent meg az ő könyve, és most a publiónál fog, de nem biztos, ez még azért mondom, egy kérdéses, mert kért hozzá szerkesztés, korrektúrát, és könyves volt itt terjesztésre akart menni, azt mondta, hogy amit, amit lehet, azt tegyünk bele a könyvbe. És a szerkesztői Válasz után ő tulajdonképpen vissza, visszalépett, hogy nem akartál módosítani azokat a dolgokat, amit a szerkesztők kérde. De ezek olyan észrevételek voltak, amik, amik nagyon fontosak, például. 20-25 éves fiatalokról szólt, akik még soha nem csókolóztak, vagy nem volt mobiltelefonjuk, nem életszerű. Össze voltak keverve az országok. Tehát voltak olyan dolgok, amiket ki kellett, hogy javítsa ahhoz, hogy ebből egy, egy, egy jó könyv legyen. Ő ezt nem tette meg, a korrektor ugyanezt észrevette. Tehát ahhoz, hogy én hiába adok hozzá egy szerkesztőt, hogyha ő nem fogadja meg a tanácsokat, és nem működik vele együtt. Viszont akkor mi az, amiben nyitottabb a ti rendszeretek, mint a hagyományos könyvkiadás rendszere, ahol adott esetben hiába küldött be a kéziratot, sokszor a honlapon is írek, hogy nem fogadunk több kéziratot, csak ismert szerzőkkel dolgoznak. Mi az, amiben nyitottabbak tudtok mégiscsak lenni? Sőt, hát van olyan nagy kiadó, akinél mi vagyunk be, belinkelve, tehát hogy hozzánk küldjék el, nem is egy van ilyen. Uh, a hagyományos könyvkiadás ma, abból a szempontból nagyon nehéz uh, időket él, hogy nagyon sok a tartalom. És, uh, és másik, van egy ilyen téfit is, hogy a, a könyvek meg drágák. Na most ahhoz, hogy egy, könyvet, egy könyvnek a bekerülési költsége 2-3 millió forint minimum. Tehát azok a könyvekre azokról a könyvekről beszélek, amik bent vannak a könyvesboltokban, és, és tényleg beletettek mindent, marketinget, szerkesztőt, stb. szakembereket. Uh, annyira sokat a tartalom, hogy, uh, hogy egy kiadó, ráadásul aki egy-két évre gondolkodik előre, nem tudja azt kezelni, hogy hozzá bejelkezik egy kézirat, és majd talán valamikor fognak uh, megjelenni. És ez, ez a kiadásnak, szerintem, amúgy ez a legnagyobb problémája, hogy a szerzők azt szeretnék, hogy azonnal jelenjen meg a könyvük, és nagyon kevés az 10-ből egy olyan szerző van, aki úgy gondolkodik, az elején, aztán vagy megváltozik, vagy nem, hogy mondjuk jövő nyára szeretné a könyvét megjelentetni. És ezért nem, szerintem nincs lehetőség bekerülni hagyományos könyvkiadóhoz, ha csak nincsen olyan közösségi életed már, ami azt mondaná a kiadónak, hogy jó, nekem már ezért megéri kockáztatni, vagy beletenni a, a tőkémet. Akkor most nézzük meg konkrétan azt az utat, amit egy szerzőn nálatok bejárhat. Megvan az X leütés, megvan a kézirat, Szeretnék kiadni, és bekopogtat hozzátok virtuálisan. Nekem az első kérdésem mindig az szokott lenni, hogy mi a célja. Uh -huh. a, a cél pedig nem, nem anyagi értelemben mi a cél, hanem hogy mit szeretne a könyvével. Az egyik az a legkisebb, amikor saját magának, a barátainak szeretnék kiadni a kéziratot. A második az, amikor úgy nagyjából a kis mikrokörnyezetében, városában, megyeszékhelyén, a megyében szeretné értékesíteni és a harmadik pedig az az, amikor könyvesbolti tervesztés. Ez azért fontos szerintem, hogy eldöntse a szerző, hogy mit szeretne, hogy nére csalódás. Tehát, hogyha ő, ő azzal a céllal vág neki, hogy, hogy a barátainknak szeretne egy jó könyvet kiadni, és ez, ebben minden bizonyal tudunk neki segíteni, akkor ő, ő, boldog lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos eldönteni, hogy, hogy mi a cél. De ami az, a klasszikus út, hogy egy kéziratnak van egy szerkesztése, van egy korrektúrája, utána van egy borító tervezése, van egy nyomdai előkészítése, utána megkészhez készhez kapja a mintapérdányt, és utána következik az értékesítésnek a, a megtervezése. Ideáig ez a folyamat olyan kettő-négy hónapot vesz igénybe. Attól függően persze, hogy mennyit szeretne a, szerkesztő, vagy illetve a szerző vele dolgozni. Nagyon sok olyan szerző van, aki amúgy ő azt mondja, hogy, hogy ő már nem szeretne ezzel többet. megírta, legyen vele valami. Bizonyos esetekben ez jó, bizonyos esetekben nem. Aztán utána. Aztán után belekavarodtam, hogy mit akar. Hát, hogy van az az út, amikor csak a szűk környezetének, a barátainak szeretné kiadni, aztán van az, aki be akar kerülni a könyvesboltokba, és íróvá szeretne válni a szó klasszikus Igen. értelmében. Így van, így van. Ö... és hogyha leválasztod azt, aki az amatőr szinten szeretne megmaradni, akkor az ott megáll a történet, kettő-négy hónap után elkészül, és tíz példány van az övé, ha jól értem. Így van, így van. Aztán aki a, klasszikus íróvá válás útján indul el, hogy tudjátok segíteni őt ebben? van több olyan mentorprogramunk van, mert ugye itt, a, ha valaki íróvá szeretne válni, annak az egyik útja az, hogy elkezden írást tanulni. Tehát azt neki tanulni kell. Most vagy úgy tanulja meg, hogy elmegy tanfolyamokra, vagy elmegy tanfolyamra és mellette ír és publikál sokat, vagy pedig ö, ö, majd az életmenet közben megtanítja erre. Ö, tehát ez mindenki, mindenki fontos. A másik az, hogy amikor megírta a könyvet, akkor ne engedje el, nem kezdjen el marketinggel foglalkozni, föl kell őt építeni. Ugye az is fontos, hogy egy író, amikor elkészített egy kéziratot, akkor ő hány könyvben gondolkodik? Tehát, hogy hosszú távú céljai vannak el. Hogyha hosszú távú céljai vannak, elkerülhetetlen az, hogy ő kialakítson egy bázist. Már csak azért is, mert ha nincsen kialakított bázisa, akkor nem fog egy hagyományos könyvkiadó őt felkarolni. Mert hát ő úgy gondolkodik, hogy ha nekem van 2000 követőm, akkor, vagy a, a, az adott szerzőnek, akkor hát ott már megéri, lehet, mert már nagyon sokat el Vagy van egy, 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 egy olvasó közösség, aki ezt tudok szólni. Tudják megfelelően használni a moly.hu-t, egyéb más közösségi oldalakat. Tudják használni a bloggereket, a Facebook csoportokat. Tehát ezeket sajnos meg kell tanulni. És azért mondtam, hogy nagyon nehéz egy szerzők kiadásban gondolkozó szerzőnek, mert neki rengeteg szakmát kell átfognia. Vagy pedig megbíz egy szolgáltatót, aminek persze vannak költségei, most vagy jutalékos, vagy, vagy fix költségek, de, de akkor pedig kap valamilyen mankót. Az eladásoknál most mennyi múlik a marketingen? Nagyon sok. Százalékos arányt a, tudnál merni a mondani? Én hogy egy jó szöveg marketing nélkül hány emberhez jut el, és egy jó szöveg a én megfelelő gondolom, a marketing. Hogy, én azt gondolom, hogy egy bizonyos irodalmi szint fölött, tehát, hogy nem, nem számít a tartalom. Vagy alatt. Tehát, hogy tehát, hogyha azt, hogyha minden, minden kéziratra úgy tekintünk, hogy ott a, az, a szerző és a kiadó mindent beletett, tehát, hogy, hogy abban a szerkesztőben van, a, a lehet, hogy legtöbb szakmai tudás benne van, akkor onnantól kezdve az, hogy ő, ő kitűnjön a zajban, az csak marketing kérdése. És mondjuk múlik ez még azon is, hogy milyen a borító. Tehát itt, hogy, hogy most ne? a szövegen túl Há, hogy mutató. A, a borító a legnehezebb. Uh -huh. Tehát mindig azzal szoktunk a legtöbbet e, dolgozni, és pont azért, mert mert a szerző összekever, hogy kinek készül a borító. A szerző azt gondolja, hogy maga, neki készül a borító, de nem, nem neki készül. no azért készül a borító, hogy amikor mondjuk egy könyvesboltot nézünk, és bemész egy könyvesboltba, kb. öt másodpercet van ahhoz, hogy, hogy a könyv felkeltse a érdeklődésedet utána. A főszöveg megint nagyon fontos, mondjuk hogy a kezébe veszi az ember a könyvet, amikor leveszi a polcról, akkor még egy pár másodpercig forgatja, mondjuk 10 másodperc, hogy a főszöveg meg a borító úgy kézbe fogja a könyvnek a kialakítása, az meggyőzön téged, hogy bele kell lapoznom, és utána belelapozok, akkor már azért már biztos, hogy emlékezni fogsz rá, ha nem is akkor, de lehet, hogy legközelebb megveszed ezért a borító nagyon fontos, és nagyon a főszöveg is. Elképesztő számok vannak az oldalatokon. Hát lepörgettem a számlálóhoz, 400 ezer fölött van az eladott példány szám. Hát igen, igen, de az abból számú hogy nekünk azért sok szerzőnk van, tehát 3000 fölött van a, a, a száma, meg a kiadott könyvek száma és ugye az még még több. Öh, Azért vannak olyan szerzők, akik, nálunk vannak a, a 5-10-20 példányos verses kötetesek, de vannak azért olyan szerzőink, akik ezzel példány fölött adtak el magánkiadásban könyvet. De ebből már azért valamennyi vissza is jön neki. Tehát, hogy az lenne a kérdés, majd valamikor, hogy lehet -e ebből valamilyen anyagi hasznot hozni, akkor igen, van rá lehetőség, de nem ez a cél. Egy, egy ha, ha, egy szerző azért ír könyvet, hogy ebből megéljen passzív, az, az hibás gondolat. Nem, kettő kérdésem lett volna ezzel kapcsolatban. öt jó esetben 8 százalékos jogdíjakkal találkozom én. Ezeket hallom. Ehhez képest ti ajánlotok. Hát 30 és 70 százalék között van, de ugye ez azért van, mert a költséget azt a, a szerző állja. Tehát itt a kockázatvállalás a szigorúan, a az, szigorúan az, övé. az övé. Így van. Ö, vannak azért esetek, amikor mi is vállalunk kockázatot, de, de elsősorban a szerzői. Ami a hagyományos könyvkiadásban az a 5-8 de most már szerintem azért itt egy 7-10 százalékról szoktam beszélni. A 7 százalék az ugye úgy néz ki, hogy van egy kb. 20-25 százaléknyi gyártási költség, vannak egy nagyjából ugyanennyi előkészítési költség, egy 5-10 százalékos marketing költség, és a maradék lesz a kiadónak a haszna. Tehát a kiadó sem keres rajta többet, mint ezt a 7-10 százalékot tehát az nem, sajnos nem lehet többet kérdezni egy hagyományos könyvkiadónál. És hogy jó üzlet vagy sem, megéri könyvet kiadni vagy sem, azt a reklám után beszéljük meg. Könyv mostra. mostra. Nemes Anna Vésora. Könyvosa. A Spirit FM 92.9-en. Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a könyv, mostrát Al Norbert, Alcser a Publió kiadó ügyvezeti igazgatójával. Ugye ott hagytuk abba, hogy milyen jogdíjakkal dolgoztok ti, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy annyi könyv, hogy mondják ezt? Olvasani, igen, Hogy annyi olvasás népszerűsítő hmm. van most, annyi könyves oldal van most. Olvasnak az emberek eleget ahhoz, hogy megérje belevágni ebbe az üzletbe? Az emberek nagyon sokat olvasnak. Az a kérdés az, hogy mit olvasnak. Uh -huh. A könyvtárosok készítettek egy statisztikát, hogy mennyien mennek be a, a, a könyvtárakba. És ez, ez évek óta, ez, ha nem is növekszik drasztikusan, de nem, nem csökkent. Tehát, hogy nagyon sokan járnak könyvtárakba. Ez azért fontos, mert bejárnak a könyvtárban, nem feltétlenül olvasni. Tehát, hogy a, a leveszik a könyvet. Nagyon sok könyvet levesznek a polcra és olvasnak, de ott van internet lehetőség, ott tudnak nyugodtan tanulni, tehát hogy hoznak könyveket, tehát hogy megkeresik az emberek azt a lehetőséget, hogy a, és miként lehet olvasni. De azon kívül sokat olvasunk a, a, a mobiltelefonjainkon, a, a számítógépünkön, tehát hogy... A maga az a napi olvasási mennyiség, az szerintem sokkal több, mint mondjuk ami a 90-es évek elején volt, amikor ugye volt egy olyan könyvnek egy ilyen nagyon felfutó időszakban, 80-as években. Tehát annál szerintem sokkal többet olvasunk. A kérdés az az, hogy, hogy mikor és mit. Én azt látom inkább problémának, hogy a, a könyvipar vagy a könyvpiac még nem lépte meg azt, hogy ő egy szórakoztató ágazat, ugyanúgy, mint hogy a film vagy a zeneipar. Tehát, hogy szerintem egy könyv nagyon olcsó. Tehát az, hogy 5-6 ezer forintért meg tudok venni egy könyvet, ami 5-10 órára minimálisan le tud engem kötni, és úgy, hogy még az kölcsön is hatatom, nem sok ilyen szórakozási forma van. Most hétvégén voltunk családdal moziba, 10 ezer forint alatt, sőt, nem úsztuk meg és az elment vele két óra. Egy könyvnél azért ez nem így van. Sőt, utána az, azért az ott van fenn a könyvespolcon. Akkor miért van az? Azt magyarázd el nekem, hogy még mindig felszisztenek az emberek. Friss hír, hogy növekedtek a nyomdai költségek, a, a papírára növekedett, és lehet, hogy most akár, urambocsá, átlagosan 6-7 ezer forint lesz egy biztos könyv. Biztos is, hogy annyi lesz. Uh, hát ez lehet hogy divat, vagy nem tudom. Tehát valami, valami ellen azért jó mindig <laughs> negatívan mondani, hogy ez de drága, de drága. Az tény, hogy persze, hogyha az ember bemegy a boltba, és azt mondja, hogy bemegy a gyerekeivel, és akkor két-három gyerekkel, és akkor te vegyél egy mesekönyvet, te vegyél egy másikat, válasz egyet, akkor az sokba kerül de szerintem havonta egy-két könyvet az ember remélhetőleg egy átlag ember meg tud magának engedni, ami pedig azért jelentős változás jelentene a piacon. Hogyha mondjuk ahhoz viszonyítjuk, hogy mennyit költünk ezt streamre, tehát, hogy, hogy, hány szolgáltatónál vagyunk előfizetve, mennyit fizetünk telefonszámára, akkor szerintem ahhoz el, eltörpül egy havi egy könyvnek a megvásárlása. És minek kellene ahhoz történnie, hogy szórakozásnak számítson a könyvolvasás? Vagy egyáltalán mi okozta azt, hogy nem számít annak most? Hát nem vagyok a legjobb uh, ember, aki erre tud válaszolni, az biztos, hogy nagyon erős. Tehát a könyvkiadóknak ebben, ebben biztos, hogy nagyon kéne változni. Ugye? A magas irodalmat én azt nem tekintem. Tehát a magas irodalom az nem feltétlenül a, a, a populáris szolgáltatáshoz tartozik, de mondjuk egy, egy, egy romantikus könyv vagy egy krimi könyv az már is lehet ugyanúgy szolgáltató, valószínűleg meg kéne változtatni azokat a marketing eszközöket, amiket jelenleg használnak a könyvpiacon. Azt szerinted még benne lehet, hogy nincsen az embereknek idejük? Vagy mindenkinek arra van, amire éppen szakít, mit gondolsz? Hát én én tőlem is meg kérdezni, hogy, hogy van idő, mennyit futni. én úgy, hogy nem kapcsolok be annyi tévét, vagy hát azt is sokat nézek, de ezt össze kell hozni. Tehát áldozatot kell hozni ahhoz, hogy az ember valamit tegyen, vagy, vagy valamit létre tudjon hozni, vagy közreműködjön benne. Áldozatokat kell hozni. Tényleg sokkal egyszerűbb leülni a tévé elé, mint olvasni. Még nekem is. Tehát nekem is nehéz, hogy most este a, a, a tévét kapcsoljak, vagy, egy könyvet nyissak ki, de azt gondolom, hogy, hogy, néha azért megéri. És nektek van ilyesfajta küldetése, te küldetés tudatotok, mint az előbb említett olvasás népszerűsítés? Azt vannak, nem, nem, feltétlenül ez, azt gondolom, hogy ezt a kiadókra kéne Tenni ezt az olvasás népszerűsítést, már tovább is tudnánk menni akár az oktatás, meg egyéb területen öf, irányába, hogy most mit kéne olvasni a gyerekeknek ahhoz, hogy ők később megszeressék az olvasást. Egy kiadónak szerintem az a feladata, és nem feltétlenül a szerzőkönk kiadóknak, a szerzőkönk kiadók esetében a szerzőknek az a feladata, hogy az, akivel ők kapcsolatban állnak, azt öh, ők nagyon szívesen a kezükbe vegyenek egy könyvet, és amikor letették, akkor azt mondják, hogy jó volt, veszek egy másikat. És minden szerzőnek és minden kiadónak ezen a feladata. Na, és mi a helyzet feled? A futást említetted, de te mennyire vagy olvasó ember 11 év szakma után? Hú, de égő lesz, nem nagyon. Egy shouster cipője. Éh, igen, 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 igen. Nehezen, nehezen tudom magamat rávenni, hogy sokat olvassak, pedig jó lenne. Általában ez mindig valami nyagalás vagy sielés, vagy bármilyen szokott. Lenni. Akkor ilyen módon a munka részétben nem is folysz bele? Azt másra hagyod? Akár szerzők válogatása, kéziratok gondozása? Ö, én a kéziratoknál addig szoktam eljutni, hogy beleolvasok a könyve, vagy a színopszést olvasom. Maga elolvasni az nem az, nem, nem az én feladatom. Ö, de más minden egyebet nagyon szívesen fogyasztok, csak mikor mire szánok időt, ugye? Mikor mi a fontosabb? Viszont az írás része, az megtetszett, hiszen a sztoritokat megírtad. Miért döntöttél így? Ö, amikor a kiadásnak van egy ilyen nagyon negatív ö, üzenete, és nem csak a kiadók felől, hanem a, a, azon szerzők felől is, akik szeretnének ö, könyvet kiadni. Ők azt gondolják, hogy minél részkedni szeretnénk azon, hogy ő kiad egy könyvet, ami persze való igaz, mert ez egy vállalkozás, tehát pénzt, családunkat tartjunk el, tulajdonosok vannak, elvárások vannak, stb. De ez, de ez nagyjából ugyanolyan vállalkozás, mint bármi más. És, és amikor mi 2015-ben kaptunk egy nagyobb befektetést, és akkor vásároltuk fel például a Rukolát is, az egy online könyvcserélő portál, akkor én azt gondoltam, hogy jó lenne ezeket tisztába tenni, hogy, hogy mi miként jöttünk létre, és milyen célral, és nagyjából ezt foglaltam össze. Ez a könyv a szerzőinknek és a lendő készült. Na és ez milyen munka volt? Egy kicsit megnézni azt az oldalt, ahonnan küldik nektek a kéziratokat? nehéz, bár én úgy döntöttem, hogy bezárkóztam az irodába két, jó sok hétvégén, és akkor péntek estétől vasárnap estig akkor én azt dolgoztam és csináltam. Tehát ez egy nagyon célzott munka volt, tehát hasonló, mint aki mondjuk szakdolgozatot ír de nehéz, főleg utána, hogy nekem is el a szerkesztőnek, és akkor nekem is jöttek visszajelzések, de hát ez egy ilyen szakma. Na és milyen szerző voltál? Szerintem. Sértődékeny szerző, vagy elfogadtad, amit mondott a szerkesztő? És értődőkeny voltam. Igen. igen? Uh -huh. Voltak nagy harcok. Nem voltak nagy harcok, csak elmondta, én, én lemódosítottam azokat, amit kérde, aztán persze magamba forrogtam. Hát nálam jobban, hogy senki nem íratja le. Aztán eljött az a pillanat, amikor az utolsó pont oda került, ahova kell, és ez milyen érzés volt, hogy na, most már nekem is lesz egy könyvem. Nekem ez ilyen nem volt, hogy nekem is nem lesz volt egy könyvem. Semmi. Nem, nekem, ez nekem nem. Ö... De szerintem azért nem, mert nekem az elsőben az üzleti könyv, és nem egy ö, ö, fikciós regény, de, de azt az tudom, hogy a fogni már jó volt, tehát amikor, amikor ki volt nyomtott, és a kezemben volt, és azért is visszacsatolnék arra, hogy azért is váltottunk mi is, hogy van már nyomtatott könyv, egy elég hamar lett nyomtatott könyv, mert azért az, hogy az emberek kezébe fog egy könyvet, maga az ő, ő gyermekét, az, az, az fontos. Na és a te könyved beváltotta hozzá reményeket a szerzők, oda nyúlnak meg, rendelik, elolvassák? Mi a tapasztalat? Én azt gondolom, hogy igen, tehát nekem, ami nekem üzleti célom volt vele, és ugye nem anyagi, hanem elsősorban PR oldalról, azt igen, az beváltotta azokat a reményeket. Most már sajnos azt kéne, kéne egy újat írni, mert nagyon sok minden elavult benne, tehát változott az ott a könyvpiac. Lehet egyszer nem magam. Én van egy személyes élményem a szerzői kiadással kapcsolatban. 2009 környékén kezdtem el az irodalommal úgy foglalkozni, hogy eljártam az előbb említett tanfolyamokra, íróakadémiára, és ott most meg ne bántódj, de hogy nagyjából, mint a sátánt úgy emlegették mindig a magánkiadást, a szerzői kiadást, mert, mert hogyha egy szerző abba belevág, akkor soha nem lesz esélye arra, hogy valaha is bekerüljön a kánomba. Ezt azóta is sokszor megkapjátok, és egyáltalában mi a véleményed erről? Uh, hát olvasok Facebookot, tehát tudom, hogy vannak nagy gyűlölő csoportok, de, de most ezt ózás, ezt, ugye? nem, ezt komolyan mondom, tehát van, van ilyen, ilyen, van, meg persze vannak ilyen csoportok, meg nem csak a, a mi kiadónk, hanem minden más kiadóra. Uh, én valóban megértem őket, tehát hogy a, a az, az nem igaz, vegyük ezt ketté. Az egyik az, hogy miért értem meg őket, akikhez te eljártál jó tanfolyamokra ők is egy vállalkozás. Értelemszerűen ők azt akarják eladni, amit, amit ők kínálnak, az önállóság útját. Érdekes példa erre vonatkozóan, hogy volt egy kiadom a könyvem konferencia 2019-ben a Covid előtt, ez egy nagyon sikeres konferencia volt, ezer fővel, és mi őket megvásárolva, ugye elmaradt 2020-ban, és 2021 januárjában mi felvásároltuk őket, és mi azt gondoltuk, hogy na majd mi is fogunk egy ekkora konferenciát csinálni. Két dolog miatt nem sikerült ez az ekkora a konferencia. Az egyik, hogy mi nem a marketing irányába mentünk, hanem az írásra, és amikor egy hály Jánost hívsz meg, az nem ugyanaz, mint amikor egy marketing út hogy te mindent el fogsz adni, más az üzenet. A másik meg az, hogy, hogy a szerzők még mindig szeretnek, azok a szerzők, bizonyos szerzők szeretnek függetlenek lenni. Tehát ők azt mondani, hogy ők, ők, kiállnak, és saját maguk fogják értékesíteni a könyvüket, és bárki, aki beleszól a, a könyvükbe, azt ők a, a, a sátánnak a küldöttének tekintik. Csak itt az akkor van probléma, amikor a szerkesztőt is annak tekintik. Tehát, hogy ö, nagyon sok, nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akivel eljutottunk az ajánlatig, végig gondoltuk, végig beszéltük a dolgokat, és ő azt mondta, hogy jó, én mindent értek, de én inkább azt a, azt a pénzt, amit én megspórolok azon, hogy nem beletek dolgozni, azt mondjuk marketingre költöm, és meglátjuk, hogy hogy sikerül ez a normálisabb hozzáállás. Az, az viszont, hogy ő, ő, nem kerülhet be hagyományos könyvkiadóhoz, amúgy sem kerülhet be hagyományos könyvkiadóhoz. Szerintem évente, hogyha Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan szerző van, aki azért kerül egy, egy, kiadóhoz, és kiadják a könyvét 1500 plusz példányban, mert ő nagyon jól ír, ilyen nincs. Mert olyan nagy az haj, ugye erről már beszéltünk. Amiért viszont felkeltheti az érdeklődését, és például akár az Orvec Núr is így volt. Az, az Orvec Nórának az első könyve az nálunk jelent meg, és utána ment a Librihez, és ott, ott jelent meg a további könyve, mert felfigyelt rá. És nem azért figyelt föl rá, mert ami kis kiadónknál megjelent egy könyv, amiből ezer fölött eladott, hanem azért jelent meg, mert közben fölépített egy saját brendet, volt már tapasztalata a könyvkiadásban, jelent meg anyaga, és volt 150 ezer követője. De ahhoz, aki azt föl kellett építeni, azt a, a, a azt a, a brendet. Tehát én, én azt gondolom, hogy a szerzőkiadásnak igenis nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ha megnézzük a külföldi piacot, piacokat, akár Németországot, Angliát, minden nagyobb könyvkiadónak van saját self üzletága, és azokat a szerzőket, akik még mondjuk nem érettek meg arra, hogy egy könyvesbolti forgalmazásba kerüljön, mert mondjuk Németországban nehezebb is bekerülni a könyvesboltokba, nem úgy, mint nálunk, azokat még először kiküldi szerzőkönyv, építs fel magad, tanuljál, tanuld meg azt, hogy milyen egy könyvet marketingelni. Én ugyanezt szoktam mondani azoknak, akik azzal jönnek hozzá azok a szerzők, hogy ők szeretné az Amazonon értékesíteni angolul a könyvedet jó, menjünk, tegyük azt félre, hogy van olyan, aki még angolul se beszél, de aki angolul beszél, akkor azt mondom, oké, de van tapasztalatod a, a szerzővel, vagy az olvasóval való kommunikációban, nincs, akkor ad ki magyarul, sokkal kisebb a kockázat, és utána azt mondja, lefordítod, és akkor mehet ki az Amazonra. Akkor azt mondod, hogy szakmai körökben is elismerté válhat valaki, aki szerzői kiadással indul? Persze. Ugye az alapvető kérdés az az volt, most az Orales Mórát a... említetted, mondjuk nézzünk meg egy regényírót, aki nálatok indul. Most mit értesz szakmai körökben, hogy elismertek? Van olyan, van olyan szerzőnk, aki, akinek kiadtuk a könyvét. Most mondok valamit, és utána kritikát ír róla az élet és irodalom. Pont azért, pont azért uh -huh. pont azért is akartam felhozni, hogy megjelent a könyve tavaly ősszel és folyamatosan nyagatta az ést, hogy jelenjenek meg novellái, és eljutott ad, hogy megjelent a novellája, sőt, most van még egy, ami meg fog jelenni az ésben, tehát, hogy felfigyeltek rá. Van egy könyve, most meg fog jelenni ki a következő remélhetően karácsonyra, még ugyanúgy szerzői könyvkiadásként, de már úgy fogod oda menni, hogy az ésbe már jelent meg anyaga, valószínűleg tud elintézni egy-két megjelenést, és lehet, hogy a következő könyvén már nem szerzőkiadásban fog megjelenni majd, hanem hagyományos rendszerben. Na és mi a helyzet veletek? Most csak a szerzőkről beszéltünk, de válasszuk le, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni, válasszuk le a szerzőket, és nézzük meg a kiadó pozícióját a szakmában. Az előbb én azt úgy értettem, hogy félig vicceltél az Alcser Norbi gyűrölök klubjával. Nem, nem, nem vicc, van ilyen, csak én ki vagyok tiltva. Hát a, a szakmán belül a ti pozíciótok az hol van Elfogadták, mert az elmúlt 11 évben a nagy kiadók, hogy ti vagytok, és ennek igenis van létjogosultsága? A szerzőkönkiadásban, tehát mi azért legnagyobbak vagyunk a piacon Magyarországon. Ami nekünk vannak a kisebb kiadó de inkább nyomdák. Az biztos, hogy mi vagyunk azok, akik a szolgáltatás csokorban leg legtöbbet tudjuk nyújtani. Ami viszont ö, szakmán belül én úgy érzem, hogy igen, tehát egyre jobban kezdenek elfogadni, ennek több jele is van, az egyik a, most legutóbb volt ugye a konferencián, hogy több olyan kiadó eljött hozzánk ö, előadni, a, például a Móra vagy az államgyár, hogy, ö, hogy megmutassa azoknak a szerzőknek, szerzőkönyv hogy miként is működik a hagyományos könyvpiac. Illetőleg van több kiadóval megállapodásunk, hogy, vagy akár mi átadunk nekik kéziratot, tehát jelezzük nekik, hogy ez érdekes lehet, vagy pedig viszont ők szólnak, tehát hozzánk be vannak csatornázva az ő, ő e és az beérkező kéziratok hozzánk jönnek, vagy minket ajánlanak. Van olyan, hogy tovább ajánljátok a kéziratokat? Miért? Pont azért, hogy, hogy, hogy kapjon egy nagyobb népszerűséget a kézirat. Tehát erre van lehetőség, hogyha olyan, olyan, számokat ér el egy könyv, ami nem feltétlenül eladás, hanem, hanem annál egy picit részletesebb adatokat, akkor igen, mi azt láthatjuk. Nem feltétlenül az adott kéziratot, hanem magát a szerzőt ajánljuk ki, hogy ha te kerestek, akkor őt, őket tudjuk ajánlani. Na és akkor hova lehet innen még eljutni? Nagyon sokszor szerintem, ha nem is évente, de mondjuk öt évente eltemetjük a televíziózást, öt évente eltemetjük a az offline újságírást, meg persze a könyveket is. Na ezt te hogy látod? A könyvben még Kö hány év, évtized van? A könyvben sok van. Most az, hogy, hogy ez majd tableten fogunk olvasni, vagy nyomtatva, az egy más dolog. Én nem hiszem, hogy az írás eltűnne ilyen szempontból, legalábbis amíg mi élünk, addig biztosan nem. És a nyomtatott könyv? Nem. Elkönyvben gondolkodtatok, aztán mégiscsak csak. A nyomtatott könyvnél egy olyan átalakulás az várható, sőt biztos is, hogy print on demand. Tehát Azonnali gyártású könyvek lesznek egyre több, ö, többet. Mi, amikre elkezdtük, akkor nem érte meg 100 példány fölött gyártani printonimányt. Most már azért 500 ez 500 példány. Pontosan. Nem... Ez egy digitális nyomdagép tulajdonképpen, olyan, mint az otthoni nyomtató, csak csak ez akkora, mint ez a szoba. Ö, és akár egy példányt le tudok belőle gyártani. Most már az 500 példány alatt kényelmesen gazdaságilag ez, ez, ez indokolt és legyátható. Valószínűleg ez a rendszer még jobban fejlődni fog, főleg abban az irányban, hogy akár tényleg egy példányt le tudok gyártani, anélkül, hogy embernek hozzá kéne nyúlnia, tehát a kötészetet, a vágást, mindent meg tud csinálni. És akkor szerintem ebbe az irányba fog menni, hogy bemegyek egy könyvesboltba, és kinyom, vannak mondjuk már ilyen mintaboltak a világban, hogy bemegyek, kiválasztok egy könyvet, és azt nekem ott kinyomtatják. És akkor adott esetben a 200 oldalnyi a betűmet is néhány óra alatt ki tudom adni. Így van. És mikor jön a te következő könyved? Hát egy-két év még biztos. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. is köszönöm. Ez volt a Könyv Mosta. Mosta. Nemes Anna sora. A Spirit FM 929